A Szent István király tiszteletére rendezett augusztus 20-ai ünnepség Szerencsen fél tízkor szentmisével vette kezdetét a Munkás Szent József templomban. Darvas László római katolikus plébános szentbeszédében megemlékezett az államalapítóról, majd kiemelte, hogy bárhol is élnek magyarok a világban, ezen a napon az első magyar király alakja felidéződik bennünk. A hivatalos ünnepség 16 órakor a 100 esztendővel ezelőtt született Angyal Béla a Szerencsi Múzeum első igazgatójának emléktáblájának az avatásával vette kezdetét a Szerencsi Zempléni Múzeumban, ahol Fazekasné Majoros Judit szólt róla, hogy a Szerencsi Helytörténeti Múzeum élére Angyal Bélát nevezték ki, elismerve ezáltal azt a tevékenységet, amit a múzeum és alapgyűjteményeinek létrehozása érdekében végzett. A Zempléni Múzeum igazgatója felidézte, hogy Béla bácsi több társadalmi állást is betöltött, a pedagógusok Szerencsi járási szakszervezetének nyilvántartója, úttörővezető, iparos tanuló iskolában díszvezető, az iskola igazgató helyettese, járási tanfelügyelő is volt. A Szerencsi Községi Tanács rendes tagjának is megválasztották. Legismertebb munkája a kor kutatási lehetőségeinek és kívánalmainak megfelelő Szerencsjárás monográfiája, amit pedagógus társaival 1955-ben készített el. Tanító kollégái szeretetét és tiszteletét példamutató életmódjával, szakmai útmutatásaival vívta ki, emelte ki beszédében Fazekasné Majoros Judit. Ezután Koncz Ferenc Szerencs polgármestere leleplezte Ecker Robert szobrász által készített Angyal Béla domborművet. Ezután rokonok, ismerősök és barátok helyezték el az emlékezés virágait a Szerencsi Zempléni Múzeum első igazgatójának emléktáblájánál. A Rákóczi vár udvarán megrendezett ünnepség Korondi Klára szavalatával vette kezdetét. Ezt követően Koncz Ferenc lépett a mikrofonhoz, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a magyar nép gazdag múlttal rendelkezik, amelyre azoknak a magyaroknak is emlékezniük kell, akik nem itt élnek. István király nagyságát mutatta, hogy egy kicsi nemzetnek térben és időben újra kellett kezdenie egyaránt, hiszen a kazárbirodalom népeként indultak meg őseink, miközben ősi népekkel küzdöttek. Az ősi magyarok nehéz helyzetben voltak, mivel idegen népek, kultúrák erősebb nemzetek között kezdtek új életet. Emelte ki Koncz Ferenc. Demeter Ervin, a Borsodabolyi-Zemplén megyei kormányhivatal vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ezen az ünnepen több mint 1000 esztendő sikerei, kudarcai, kiemelkedő pillanatai harmadik évezredbeli feladatainkra emlékeztet. Elődeinknek számtalanszor kellett megvédeni a hazát és a magyar koronát, amit örökségül kaptak. A kormány megbízott beszédében kiemelte, hogy az őseink szép és páratlan értékekkel rendelkező vidéket választottak hazának, az általuk művelt földterületek egyetemes értékeket képviselnek. A kormány megbízott beszéde után Petró Dalma egy székely dalt, a Mária éneket adta elő. Legény vándor botját, vándor székely reménységét, Jézus áld meg Erdély földjét. Vándor fecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazajöttünk megáldotta, Csíksomjói Szűz Mária. Az éneket követően 54 erdélyi magyar állampolgársági esküt tett. Az ünnepi gondolatok után Tőkés Endre mondott köszönetet az állampolgársági esküdtet határon kívül élő honfitársak nevében, hangsúlyozta, hogy ez az esemény szoros szállal köti össze az erdélyi és a szerencsi embereket. Az állampolgársági eskü után a történelmi egyházak képviselői Darvas László római katolikus plébános, Csajoszki Szabolcs görög katolikus lelkész, valamint Börzsönyi József református esperes megszentelték és megáldották a nemzeti színszalaggal átkötött kenyeret. Az ünnepség keretében a város önkormányzata, politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait a Szent István emléktáblájánál. Az ünnepség a Mandala Dalszínház István a király című gálaműsorával zárult. Segítsetek! Segítsetek! Ó, segítsetek! Ó, segítsetek!
Wow, segítsetek! Ó, segítsetek! Segítsetek! Ó, segítsetek! Ó, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap le kell mondani hivataláról. Mondd, te kit választanál?